Már csak kettőt kell aludni, és kezdetét veszi a dal idei sorozata. A Cotton Club Singersből ismerté vált Szűcs Gabi is az indulók között van. Nemrég a Szerencse Szombat stúdiójában járt tűsarkú léptein. Szűcs Gabi új lemezével eltávolodott a jazz világától, épp ez volt a célja. És azt, hogy ezt most megcsinálhatom, eleve a lemezbemutatón, most a dalban is, hát az nekem nagyon nagy élmény, vokalista lányokkal. Hát én ezt mindig erre vágytam, úgyhogy állati nagy élmény. Új slágere igazán fülbemászóra sikeredett. Most olyan kommentet, hogy tökre nem akar már erre gondolni, de erre fog gondolni, mert hogy este is ez járt a fejbe, hogy nem tudsz nem gondolni rám, úgyhogy hát de, pedig de. Gabi élete legszerencsésebb pillanatának azt tartja, hogy igent mondott a húga által titokban szervezett randi ajánlatra. Mostani férje épp akkor ért el telefonon, amikor új frizurája teljesen feldobta a hangulatát. A legjobb pillanatban fölvettem, és akkor mondta, hogy bacsizunk már együtt, mert hogy én, és máskor simán azt mondom, hogy én idegenekkel nem találkozom. Én tényleg nem. És mondta, hogy figyelj, tudod mit? Igen. És így. És azóta házasok vagyunk. Úgyhogy mi ez, ha nem szerencse? Lehet, hogyha nem vágják le aznap a hajam, akkor nem találkozunk soha.